Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy le lehet-e váltani az Orbán rendszert, vagy nincs mit tenni. Egyáltalán milyen, miféle rendszer ez? Erről beszélünk a stúdióban Magyar Bálint szociológussal, volt oktatási miniszterrel. Szervusz Bálint! Szervusz! És ha a hallgatóknak van esetleg hozzászólnivalójuk, vagy kérdésük, akkor persze ők is betelefonálhatnak. Végül is ez egy betelefonálós műsor. Szóval Ardi Mihály kollégám itt néhány perccel ezelőtt erre járt, és azt mondta, hogy mutassalak be téged úgy, mint politológus, ezzel utalva arra, hogy már nem politológus vagy, hanem volt politikus, de a politikai rendszerrel, annak miben létével foglalkozol, és te voltál az, aki megírtad, összeállítottad, megszerkesztetted a Magyar Polipa posztkommunista maffia állam című óriási sikert arató és tulajdonképpen nagy hazai és nemzetközi karrierbe futó könyvet, és ezzel a maffia állammal azóta is bizonyos értelemben nem tud betelni a szakirodalom, meg a politológia, meg talán a közönség sem. Nagyon gyakran hivatkoznak arra, hogy ez, ami itt Magyarországon kialakult, lényegében egy maffia állam, miközben sokan mások használnak különböző egyéb definíciókat, a hibrid rendszertől kezdve a populista államon át, az illiberális demokráciától a vezérelvű demokráciáig, ha az lehet egyáltalán a vezérelvű demokrácia, szóval sokféle meghatározás van, de mintha a maffia állam volna a legtartósabb, a legválságtűrőbb, vagy Orbán tűrőbb, vagy úgy látszik, hogy az összes többi próbálkozás nem ért el ekkora sikert, mintha ezt találta volna el leginkább ennek a rendszernek a lényegét. Szóval kezdjük el azzal, hogy milyen rendszer ez, változatlanul ugyanolyannak látod-e, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, sőt, már 2001-ben írtál egy cikket ugye a Magyar Polipról és a szervezet felvilágról, nem alvilágról, felvilágról, tehát te már több mint 20 éve látod, hogy mifelé megy Orbán, és már akkor az első kormányzása alatt is megtette az első lépéseket erre. Szóval ugyanolyan, vagy változott, rosszabb lett, másfajta lett, hol állunk? Hát 2001-ben ez a rendszer embrionális állapotban volt. Bűnöző rendszerként próbált működni, de a politikai hatalom monopóliumával nem rendelkezett, és a 2001-es Magyar Hírlapban megjelent cikkem az azzal is zárul, hogy a kérdés az, hogy meg tudja-e a kétharmados többséget szerezni a parlamentben, és ezáltal monopólhatalomra tud-e szert tenni ez a rezsim. 2010-ben ez bekövetkezett, tehát egy autokratikus kísérletből egy autokratikus áttörés lett, és autokratikus áttörésen azt értem, hogy egy politikai erő, az gyakorlatilag a politikai hatalom monopolizálása révén, azaz, hogy egyedül tudja megváltoztatni az alkotmányt és ezáltal az összes törvényt, valamint kinevezni az összes olyan intézmény vezetőjét és stábját, amelyeknek a feladata az lenne, hogy ellenőrizzék ezt a hatalmat, vagy korlátok között tartsák, ez a politikai hatalom. És 2010 után, az autokratikus áttörés után kezdődött a harmadik szakasz, ami gyakorlatilag a berendezkedése, az önkényuralmi berendezkedése ennek a rendszernek. Tehát ha azt kérdezed, hogy ez ugyanaz-e és változott, ez ugyanolyan, mint hogyha megkérdezem, hogy egy embrióhoz képest egy 20 éves ember az változott. Igen, tehát ez egy evolúciós folyamat, amely az autokratikus áttörés révén felgyorsult és meg tudott valósulni. Én úgy tekintem, hogy ilyen értelemben azonos ez a rendszer, főleg 2010 óta önmagával, és hogy a politikai hatalom megszerzése után patronus kliens hálózatba próbálta rendezni és rendezte át a társadalmat, tehát az autonóm, a szereplők autonóm helyzetét, intézmények, civil szervezetek autonóm pozícióit felszámolta egymás után, ilyen értelemben berendezkedett, kiterjedt ez a rendszer. És akkor nem jobb mégis egy olyan meghatározás, hogy hát akkor ez egy önkényuralom lett, nem csak maffia állam, ez egy autokrácia lett, egy diktatúra felé haladó, csúszó vagy menetelő rendszer, amiben persze benne van az eredeti maffia állam is, de már ennél több. Hát ha most
csak a politikai szférára korlátozódna a leírásokat, hanem ez egy önkényuralmi rendszer tisztán, tehát nem használnék semmilyen demokrácia jelző szerkezetet, de ez egy olyan önkényuralom, amely bűnszervezetként üzemelteti az államot. És ez hihetetlen fontos, hiszen önkényuralmaknak több formája van. Mondjuk a lengyel önkényuralmi kísérlet, ami az áttörés, ez az autokratikus áttörés fázisában, tehát a monopolhatalom megszerzésének a fázisában nem tudott átmenni, az jelentős mértékben különbözik a magyartól, tehát az nem bűnszervezetként működött, tehát ha leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy Kaczynszki autokrata volt, de nem bűnöző, Orbán autokrata, de bűnöző. Tehát amikor maffia államról beszélek, és ezt egyszerűen, akik gondolom nem olvasták azt, amit írtunk erről, azt úgy gondolják, hogy hát ez nem is igazán maffia, mert hát nem véres, és a többi. A maffia állam összetétel az azt jelenti, hogy a maffia logikájával üzemeltetnek egy államot, tehát ez az állam egy bűnöző állam, és állami bűnszervezetként működik. Na most a maffia állam leírás ez ezért teljesebb, mintha csak egyszer azt mondaná, hogy önkényuralom, mert önkényuralomnak van nem bűnöző típusú formája is. Hát olyannyiban törvénytelen lehet, hogy áthágja a törvényeket, de nem feltétlenül párosul a hatalom koncentráció személyes, illegitim, törvénytelen vagyonosodással, mint ebben történik. De a maffia állam és a maffia fogalom nem párosul szükségszerűen erőszakkal? Mert igaz, hogy az államnak, ennek a maffia államnak is megvan az erőszakszervezete is, ha nem is véres erőszakkal, de bizonyos erőszak alkalmazásával, érvényesítésével persze el tudja érni azt, amit akar. Hát erről van szó, ezért maffia állam, hogy az állami készletek és eszközöknek a vértelen sorával gyakorolja az erőszakot. Aztán természetesen persze lehetnek ennek a maffia államnak mondjuk EU-n kívül Oroszország, vagy éppen volt egykori Szovjet Közép-Ázsia területén olyan része, ahol ez fizikai erőszakkal is párosul, nálunk ez nem annyira figyelhető meg. Tehát itt nálunk ez a pont azért maffia állam. Ez picit, amikor a maffia állam kifejezést támadják, az olyan, hogyha én azt mondanám, hogy konstrukció léghajó, és azt mondják, hát de kérem, a léghajó az egy értelmetlen kifejezés, mert a léghajó, mert a hajó az vízen megy. Hát pont ez a lényege, hogy a léghajó ugyanolyan elven működik, mint egy maffia, csak épp, tehát a léghajó, mint egy hajó, csak éppen a levegőben van, ott szorítja ki azt a mennyiségű súlyú levegőt, amitől fönn tud maradni. Itt, amiért a maffia államot lehet használni, annak négy alapvető kritériuma van. Az első, hogy mi az uralkodó elitnek a formája. Erre nem hajlandók általában a politológusok válaszolni. Mert vagy azt mondják, hogy egy új uralkodó osztály, abszolút nem osztálytípusú ez az uralkodó elit, vagy azt mondják, hogy egy új feudális rend, nem rendtípusú ez az elit, azt mondják, hogy neonomenklatúra, nem mint a szövetnomenklatúra. Ez lényegében egy patriarchális nagycsaládnak a kibővített formája, klán típusú, egy politikai gazdasági klán. Tehát még csak ki se engedi annyira a kezéből a hatalmat, hogy egy osztályt, egy nomenklatúrát irányítson, vezessen, hozzon létre, hanem egy nagy családba, amit még akár személyesen a maffia főnök át is lát és vezényel. Az osztály ugye az eleve dologi személytelen viszonyokra épül, nem személyi függőségi viszonyokra. A nomenklatúra az pozícióknak a regisztrere, és azoknak egy nagyon konzekvens, következetes része, amit egyedekkel, egyénekkel töltenek fel és töltenek be, és ráadásul a nomenklatúra tagjai annak idején fogyasztási javakban személyes előnyökhöz juthattak, vagyonhoz nem. És nem tudták, ha kiestek a nomenklatúrából, nem tudták ezt a... vagyont nem tudtak magukkal vinni, átörökíteni semmit se tudtak. A fogadott politikai családnak pont az a lényege, hogy klánszerűen családok kapcsolódnak hozzá, és úgy, mint a maffiához, nincs szabad belépés, csak befogadás, nincs szabad kilépés, csak elbocsátás. És ez egy nagyon lényeges, és családok csatlakoznak hozzá, tehát látjuk azt, hogy akárki ebbe bekerül és közel kerül ez a rendszernek a vezetéséhez, ott férjek, feleségek, unokaöcsök, unokanővérek, fiak, lányok, stb. Mind megjelenek, és hirtelen, hihetetlen idézőjelbe tett piaci sikerre tesznek szert állami közbeszerzéseknél, családokat fogad ez be, tehát ez egy kibővített nagycsaládi klán típusú szerveződés az uralkodó elitre, ami megkülönbözteti a korábbi rendszerektől. És aztán van még három kritérium, az egyik az, hogy a magáncélra kisajátítják a közhatalmat. Itt nagyon lényeges az, hogy nem egyedi eseti pozíciókat, hanem az állami erőszak szervezeteknek és az állami kompetenciáknak és intézményeknek a teljességét.
A harmadik ilyen kritérium, hogy nem pusztán kleptokratikus állam, tehát ami arról szól, hogy mondjuk ellop folyó jövedelmeket, hanem ragadozó állam, tehát állami önkormányzat és magánvagyonokat rabol le az állami erőszak kényszerével, és ennek megfelelően, hát ez nem egyszerűen korrupt állam, nem arról van szó, hogy egy-egy alakja korrupt, vagy mondjuk most például, amit Lengyelországban letartóztatják a külügyminiszter helyettest, mert pénzért árusítottak vagy letelepedési, vagy tartózkodási engedélyeket, ami a klasszikus korrupciónak egyik mondjuk minősített esete. Hát nálunk erre egy teljes kormányzati iparág épült, ahol a letelepedési kötvény törvénytelen üzletében részt vett a kormány különböző szervei, részt vett a parlament, amely meghozta, a parlamentnek az a gazdasági bizottság, ami a pár nappal korábban létrejött baráti magánvállalkozásoknak ezt a koncessziót odaadta, majd megkötötték ezeket a piszkos üzleteket, túlárazták azok a szervezetek, amelyeknek ellenőrizni kellett volna, hogy ez miért történik, ÁSZ-tól kezdve versenyhivatal, mit tudom én, mi mindenik, azok ezt nem tették. Utána, amikor vége volt a bulinak, megsemmisítették az iratokat és a dokumentumokat, és hát ez ismétlődik, letelepedési kötvények, lélegeztetőgép beszerzés, vakcina beszerzés, és így tovább. Itt ez azt jelenti, hogy a ragadozó állam és a bűnöző állam ebben az összefüggésben, hogy az állami intézményi arzenál összehangoltan egészében működik egy bűnszervezetként, és hát egy maffia államnak a motivációja az kettős, egyszer hatalom koncentráció, másrészt pedig személyes vagyonosodás, és ennek a kettőségében létezik. Ha egyszer azt mondom valami, hogy önkény uralom vagy diktatúra, az nem feltétlenül rendelkezik ezzel a kettős motivációval. Ez a ragadozó állam, vagy nevezzük akár így is, ez azért jó, mert hogy tényleg a tolvaj nem feltétlenül állandóan lop, nem feltétlenül úgy éli az életét, hogy ma reggel 8-kor fölkelek és elmegyek lopni, hát ha csak nincs olyan abszolút kiszolgáltatott helyzetben a lét perifériáján valaki, aki nem tudna megélni enélkül. De ez a ragadozó állam tényleg arra van fölépítve, hogy neki folyton el kell ejtenie valamit, ő úgy él, hogy elejt valamit és valakit, vagy különböző jövedelmeket, különböző arra érdemes dolgokat, és erre építi föl magát. Tehát ez jóval túlmegy ezen a bizonyos korrupción. Azt, ugye az ellenzéknek folyton az volt az egyik fő üzenete, hogy ez milyen korrupt állam, ilyen korrupt állam még nem volt, de ez túlmegy a korrupción is, ugye? Messze túlmegy, hiszen a korrupciós tranzakcióknak az alsó szintjei az egy önkéntes akció egyfelől, amiben önkéntesen lépnek be a felek, és egy-egy korrupciós tranzakció után szabadon kilépnek belőle, tartós, vazalusi, patronos-kliensi viszonyokat nem létesítenek. De ennek az állami bűnszervezetnek túl az, hogy megszerzi ezt a vagyont, még további három funkciót is teljesíteni kell, ami erre a rendszerre nagyon jellemző. Egyfelől tisztára kell mosni ezt a vagyont. Tehát ebbe szerepelnek az offshore cégektől kezdve egészen ami most magántőke alapok, amelyeknél megpróbálják biztosítani a vagyonbevallási rendszereknek az lebutítása, hogy ne lehessen nagyokat, vagyonosodási vizsgálatok felszámolása és itt ez az egyik dolog. Utána a harmadik dolog, ami nagyon fontos, a büntetlenségnek, a büntethetetlenségnek a biztosítását, ezért kell az ügyészséget megszállni, ezért nem szabad csatlakozni az európai ügyészséghez, mert egy bűnszervezetnél iszonyúan fontos, hogy a büntethetetlenség meglegyen. És a negyedik ilyen funkció, amit teljesítenie kell, hogy hát ez nem egy egyszerű bankrabló, aki kirabol egy bankot és utána eltávozik, egy letelepedett rabló, neki ezt a rendszert azért fönn kell tartani és működtetnie kell. Na most ez a rendszer ugye azt jelenti, hogy egy ilyen rendszer kiépül, egy ilyen bűnszervezeten alapuló rendszer, bűnszervezeti módban, állami bűnözés és bűnszervezeti módban működő rendszer, ennek számára a választások egészen más, hogy mondjam, kockázattal járnak, mint akár egy hagyományos autokrácia részére, mert mondjuk most Lengyelországban letartóztathatnak egy-egy embert, aki külön korrupt volt egy-egy esetben, de maga az egész rendszerre ez nem volt ilyen értelemben jellemző. Itt viszont tényleg az általában ott mondjuk Lengyelországban a Kaczynszki legfeljebb ellenzékbe kerül, de nem kerül börtönbe. Itt viszont az a lényeg, hogy ebben a bűnszervezeti működés következtében vagy mindenható vagyok, a hatalom teljességével rendelkezek, nem is kormányzok, tehát nem az a
szó, hogy kormányzás nem is megfelelő, hiszen az azt jelenti, hogy jogok által korlátozott keretek között kormányzok, nem ő rendelkezik bármi fölött, pozíciók, státuszok, jövedelmek, vagyonok fölött, vagy pedig éppen börtönbe kerül az egész társaság. Hogyha bukna. Erről van szó. Tehát más, számára élethalál harc kérdése ez a történet, és hogy ez a rendszer, amikor fölletül, hogy mi adja a stabilitását sok minden mellett, de mondanék egy dolgot, amit nem szoktak hangsúlyozni, hogy mint egy bűnszervezetben a belépés az, hogy te is kövessel törvénytelenséget. És ez nagyon lényeges. Tehát másút ugye arról szól... Hogy onnantól kezdve fogva lehessen téged tartani. Vegyük csak sorba a Hadházi Ákos által mondjuk bemutatott vidéki EU-s pénz fölhasználási visszaéléseket. Hát minden polgármester, aki ebben érintett, és szerintem százas nagyságrendű már ezeknek a száma, az úgy gondolja, hogy hát számára teljesen érdektelen az, hogy mi a kormány gazdaságpolitikája, mi jó a nemzetnek, és így tovább. Arra gondol, hogy ha itt egy változás jön, akkor ővel szemben teljes joggal a hatályos büntető törvénykönyv alapján el lehetne járni. Ráadásul bűnszervezetként működik a rendszer, tehát nem is egyszerű korrupcióról van szó. Tehát olyan kockázatot jelent számára, hogy ez elkerülje ezt a váltást, természetesen mindent megtesz. Tehát ha ki van adva kvótákban, neki mit kell teljesíteni Fidesz támogatottságban egy választáson ahhoz, hogy újraindulhasson polgármesternek, nem is hagyományos korrupciós viszonyokról van szó, ő benne van egy ilyen fogadott politikai családban, amely a közös bűnök és ezernyi bűnök által van fogva. És amikor néhány olyan eset van, mint a Völner ügy, vagy a Simonka ügy. Simonka ügy. Az azt jelenti, hogy olyan eseteket lepleznek le, vagy próbálnak felszámolni, amelyeket nem központilag szerveztek, vagy nem központilag adtak fel hatalmazást ezeknek mint a bűncselekményeknek. És mint egy véletlenül buknak le ezek, mert más ügyben nyomoztak mind a két esetben, és valahogy egyszer csak a gyanú, hát sajnos ráterelődött a fideszes politikusokra is. Ráadásul el lehet adni az Európai Unió fel, hogy harcolunk a korrupció ellen, és az igazság, hogy egy ilyen bűnszervezetben, mint hogy a klasszikus maffiánál is, hogy azt megtapasztalja, hogy Palermóban valaki, ott a helyi maffia a védelmi pénzed a különböző szórakozóhelyektől, éjszakai kluboktól, stb., akkor nem lehet partizánkodni másnak, tehát akkor azzal leszámolnak. Tehát így a korrupciónak a hagyományos formái, mint a rendőr közúti megvesztegethetősége, vagy mit tudom, hogy bármilyen más, az nyugodtan visszaszorulhat, és akkor nemzetközi mutatóban meg lehet mutatni azt, hogy javult ez a helyzet. Igen, mert koncentráltan, államilag szervezetten történik a vagyonok és jövedelmek lerablása. És ennek mondjuk a legújabb változata az, amikor azzal próbáltak számolni, hogy EU-s pénzek majd nem fognak érkezni, akkor most már nem csak pusztán egyedi vállalkozások, üdülők, stb. Lerablása, hanem komplett ágazatok megszállása az állami erőszak eszközeivel. Tehát azt a modellt, amit a trafikoknál láttunk, meg a kaszinóknál, az most alkalmazták utána mondjuk a hulladékgazdálkodásra, alkalmazták autópályakoncesszióra, ami arról szól, hogy elveszünk önkormányzatoktól, lásd hulladékgazdálkodási jogosítványokat, állam átruház autópályajogosítványokat egy magáncégről, még titkosítja azt is, utána mennyit fizetnek. Eközben ugye olyan ágazatok, most történik egyébként a teljes vízgazdálkodásnál a önkormányzati fenntartás megroppantása az állami erőszak eszközeivel, majd utána leszedése, majd utána holdbiztosok koncesszióból adják valamilyen havernak. Tehát olyan ágazatok lerablása, ahol a kereslet rugalmatlan, kénytelen vagy fizetni, akármennyire emelik az árát. Innek aztán az történik, hogy rekordösszegű árat kell fizetni az autópálya matricáért, a hulladék elszállításért, a vállalatoknak, és így tovább is. Tehát magyarul az állami erőszak eszközeivel magánadóztatást folytatnak a Orbán Viktor közvetlen köréhez köthető, akár családilag, akár idézőben haverilag, ha bár ez a terminus nem használható valójában, azokhoz kerül állami erőszak eszközeivel a jövedelmek, járadékoknak egy jelentős része. Mondjuk finom törvényi erőszakkal, és nem fizikaival. Van egy hallgató már egy ideje a vonalban, úgyhogy bekapcsoljuk. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, Bálint vagyok, üdvözlöm a... Ön is Bálint, és Magyar Bálint is. Igen, parancsoljon. Annyira jó önt hallgatni,
tenni, mert pontosan ezek azok a pontok, amik nekem személy szerint borzasztóan fájnak. Hogy egész egyszerűen nem ilyen pontok, ilyen dolgok, ilyen visszáságok miatt nem megyünk ki, nem mennek ki a magyar közvitára, holott annó ez a letelepedési kötvény nálam nagyon, nagyon kivált a biztosítékot, hogy hogy csalták el, és más államnak a letelepedési kötvényekből jobb helyen ebből bevétel van az államnak, nálunk meg pont fordítottja visszájára lett az egész helyzet, konkrétan a magyar emberek fizetik most a kamatokat, és az Orbánék gazdagodtak meg belőle. De igen, csak ezeket a trükkös, bonyolult, áttételes módszereket az átlagpolgár nem tudja követni. Nem értek egyet. Abszolút nem értek egyet. Na. Itt igazság szerint az értelmiségnek, mármint aki esetleg nem kíván azonosulni a rendszerrel, annak és az ellenzéki pártoknak hatalmas felelőssége van. Ugye amit rendszeresen hallunk, az egyfelől az, hogy hát ha a korrupciót megkérdezik, hogy ez milyen súlyú probléma Magyarországon, akkor ezt az emberek nem választják. Na most, hogyha most a mediának a legutóbbi vizsgálatából kívánok idézni, hogy decemberben készítettek. Ott, ha az ellenzéki szavazókat és a pártnélkülieket nézzük, akkor a második helyen szerepel mindenütt a korrupció, mint probléma, az egészségügy után. De már az Ávec-féle Szonda Ipszosz 2022 elején, illetve a medián újra rákérdezett arra, hogy na miért is van mindez a probléma. És akkor a válaszadóknak a döntő része az alapvetően arra azt emeli le, mert ellopják azt a pénzt. A második ok, amit említenek, az pedig az, hogy azért, mert csak a hatalom érdekli őket. Most a mediának a felmérésében, amit most itt tartok a kezemben, ugye arról van szó, hogy az ellenzéki szavazóknál 56% egy nyitott kérdésnél, hogyha megnézzük, akkor nagyjából azzal magyarázza azt, hogy meg korrupció van, és a 32% már nem érdekli őket, csak inkább a hatalom vagy ilyesmi, így válaszol együtt. Ez az ellenzéki szavazóknak 88%-a látja azt, mert természetes, hogyha valakinek valamilyen szerette a Covid miatt a borzalmas kórházak állapotok miatt meghal a kórházban, és megkérdezik, hogy mi a legnagyobb probléma, akkor azt mondja, hogy hát igen, az egészségügy állapota. De ha megkérdezik azt, hogy miért kellett meghalni a szerettének, akkor azért, mert tudja, hogy ezt a pénzt ellopják, és máig nem lehet tudni, hogy a lélegeztetőgépek, a vakcinák, és a többi, az, annak az összeg az, hogy hova lett kivonva, és miért nem támogatják a kórházi ellátást, egészségügyi ellátást megfelelően. És így van ez a többi problémánál is, a nyugdíjaknál, az adott esetben alacsony béreknél, és így tovább az inflációnál, és így tovább. Tehát ez, amit normálisan narratívának lehetne írni, amikor az ok-okozati dolgok összekapcsolódnak. De ez nem hajlandó, mondjuk az ellenzéki pártok ezt valamilyen módon tudomásul venni, és amikor arról van szó, hogy egy ellenzéki cselekvésnek a leges-legelső része az, hogy megnézzük, mi az a rendszer, ami ellen mi föl akarunk lépni, akkor azt mondják, hogy ez egy szemantikai szőrszál hasogatás, nem akarnak ebbe a kérdésbe állásfoglalni. Ez nagyjából olyan, mintha azt mondanám, hogy hát na menjünk el vadászni, és akkor mondják az ellenzéki pártok, és megkérdezem, de mire akartok vadászni? Hát ezbe a szőrszál hasogatásba nem megyünk már bele, de hát ürgét másképp kell önteni, mint medvére vadászni, vagy éppen pontyra menni, vagy vadkacsát lőni, vagy mit tudom én mit. Tehát értelmetlen a rendszer megnevezésen érő. És ezt nem lehet megspórolni. Most az önkényuralom, mondom, hogy nem elég ebben az esetben, az, hogy ez egy bűnszervezet, ezt tudni kell. Na most, hogyha a rendszert így ennek tekintjük, ugye a következő érve általában az ellenzékenünk és a pártok részéről, meg az elemzők részéről, hogy a maffiállamot Mali néni nem érti. Most megint idézve a mediának felmérését, hát ha most megnézzük, hogy hányan választják ezt, akkor az ellenzéki szavazóknak a felmérésük szerint kettőt lehetett választani 7 megnevezés közül, amiben a pozitívak is benne voltak, tehát nemzeti együttműködés rendszere, polgári demokrácia, illiberális demokrácia, önkényuralom, mafiállam, diktatúra és fasisztoid rendszer. Na, a fasisztoid rendszer az mindent kihullik, gyakorlatilag nem választják, 4-5-6% választja összesen, miközben kétszer lehet választani.
miközben a liberális értelmiségnek egyik kedvenc hívószava, csak szerintem ez a rendszer nem fasiszta egyfelől, másfelől még csak politikai értelme sincsen ezt hangsúlyozni. De a maffia állam első helyen szerepel az ellenzéki szavazóknál, a párt nélkülieknél és az egyéb, tehát a koalícióban nem indult ellenzéki pártok szavazóinál is, és lényegben egy erős kombó van, ha választják a maffia állam önkényuralom diktatúrát. Leveszik ezt, és pláne ha megnézzük a település szerinti bontásban is, akkor az a meglepő, hogy hiába megyünk kisebb települések felé, ugyanúgy ez az arány. Szóval azt mondod, hogy ugyanúgy értik. Jó, még azért megkérdezem, hogy itt van-e Bálint nevű hallgatónk, hogy megjegyzése vagy kérdése van-e még az előbbihez? Hát ez a mediáné volt, ez egy reprezentatív mintán. Ezen mintán végzett felmérés volt, ez teljesen. De az az igazság, hogy ezen csak szerintem néhány értelmiségi lepődik meg, hogy falun ezt értik, mert amikor maffiállamról beszélünk, és abban az szerepel egyfelől az önkény és hatalmi erőszak, másfelől a rablás, és hogy csak az minél kisebb településre megyünk, annál átláthatóbb ez a helyzet. A polgármester, a rokonság, ott látják, szinte ott látják, hát megszemélyesül teljesen, igen. Hogy nekik miért kell közmunkásként elmenni a polgármester birtokára dolgozni, szőlőjében kapálni. Azt mondja itt a hallgatónk, és mégis támogatják a rendszert. Az miért van? Hát az azért van, két oka van. Mert hiába állnának fegyverbe a tarpai parasztok, hogyha nincs második Rákóczi Ferenc. Tehát, hogyha az ellenzéki pártok nem hajlandók ezen a nyelven beszélni, akkor nincs hova felsorakozni. Másrészt pedig azért, mert az elmúlt 13 évben a patronus 9 hálózati kötések és bezsarolt helyzetek tömege az csak szélesedett. Tehát rákérdez magában mondjuk egy falusi választó arra, hogy miért vállaljak én nyílt kiállást ellenzékiek mellett? Mi a rendszerrel szemben, amikor utána én, hát hogy mondjam, hátrányos helyzetbe kerülhetek, miközben ez az ellenzéki társaság, ez még csak nem is érti, hogy miről van szó, egyszerűen azért, hogy néhány tucat és még csak nem is kínál nekem semmit. Nem is kínál, és azt a keretet nem kínálja, amiben én ráismerhetek erre a rendszer, hogy mi együtt tartunk. Az az igazság, hogy mondjuk ennyi erővel, amikor azt mondják a mostani ellenzéki pártok képviselő, hogy hát ez egy szematikus összehasonlítás. Egyelőre mondhatták volna azt is, hogy a rendszerváltás előtt a demokratikus ellenzéknél az is mindegy lett volna, hogy mi a népköztársaság ellen lépünk föl, vagy a szocialista demokráciáit, vagy kommunista diktatúrának hívjuk. Nem mindegy. Ez formája. Tehát a nyelv alakítja, és itt jön, hogyha a rendszert meghatározom, utána kell egy nyelv, ami alakítja. Akkor mindjárt átérünk a nyelvre, de még a hallgató hadd fejezze be, amit akar. Igen. De mi abba a keretbe helyezzük ezeket, hogy micsoda őrültségek, vagy hazugságok, vagy micsoda gyalázat, amit mondanak, hát amikor Gulyás Gergely tegnap azt mondja egy sajtótájékoztatón, hogy a Szovjetunióban jobban tisztelték a jogot, mint az Európai Unióban, akkor dönthetünk úgy, hogy ezt nem mondjuk el, de én azt mondom, ezt el kell mondani, mert ez olyan vérlázító, hogy még talán a Fidesz szavazó is, igaz, nem minket hallgatnak, még a Fidesz szavazó is azt mondja, hogy
Na hát azért ez már túlzás, mert őnek is van annyi tudása erről, hogy ez nem lehet igaz, ez egy otromba, aljas félrevezetés, hazugság. Nem lehet ezeket elmondás nélkül. A fizikai rosszulét kerülget, értem én, jó? De akkor átadom a szót Magyar Bálintnak, köszönöm szépen, hogy elmondta, mert a nyelvről akart beszélni, igen, és ez egy igen. Fontos ez a lényeg, mert nem az a megoldás, hogy mondjuk azt a híre, azokat a híreket nem mondja be egy rádió, amit a kormánypárt is közvetít. A probléma az, hogy az a nyelv, miután nagyon jól látták egyébként ilyen értelmen a Orbán környezetében, hogy a nyelvi csata az első, amit meg kell nyerni, és ezt az ellenzék, ezt intellektuális képességeinél fogva máig nem tudja felfogni. A probléma az, hogy abban a nyelvben próbál maradni az ellenzék. És itt jön, hogy először a rendszerről kell tudni, hogy micsoda. Ha a rendszerről eldöntöm, utána jön a nyelv, ami megmondja, hogy hogyan viszonyulok ez a rendszerhez. És itt a nyelv az, ahol először szétválik a rendszer kritikai alapállás a kormány kritikai alapállástól, és ez egy lényeges dolog, ezt az ellenzék máig nem értette meg, hogy mi a kettő között a különbség, és ebből milyen gyakorlati ügyek következnek utána. Ugye a kormány kritikai alapállásnak az a lényege, hogy hát mi azonos értékekben osztozunk, mindnyájan a nemzet javát akarjuk, csak hát én nekem jobb megoldásaim lennének arra, mint amit a kormánylag lévő gondolnak, és vitatkozunk. A rendszerkritikai alapállásnak meg az a lényeg, hogy nem osztozunk semmilyen értékben, semmilyen közös értékben, gyakorlatilag nincs más dolgunk egy rendszerkritikai alapálláson, mint egy olyan stratégiát kidolgozni, amelyben ezt a rendszert fel akarjuk számolni, és ezt nyíltan vállalni kell. Most nyelvileg mit csinál az ellenzék? Átveszi a teljes nyelvét a kormánynak. Ha ők azt mondják, hogy magyar emberek, mi is magyar emberekről beszélünk. Ha ők azt mondják, hogy rezsicsökkentés, ami egy nagy hazugság az egész, akkor rezsicsökkentési árnyékminisztert hozunk létre, mi majd jobban fogunk rezsicsökkenteni. Ha azt mondják, hogy nemzeti konzultáció, akkor mi meghirdetjük az igazi nemzeti konzultációt. Hát nem látják, hogy milyen végtelenül szánalmas ez az egész, amit csinálnak. Nyilvánvalóan indulnak ki, hogy hát ha ez bevált nekik, hát akkor próbáljuk mi is utánozni. De hát nekik vált be. Igen. Nekik vált be egy önkényuralmi bűnszervezet működtetés. És utána jön az a másik, hogy ők, mint egy kormánykritikai alapállásból azt mondják, konstruktív ellenzék akarunk lenni. Most konstruktív... Azért ez csak egy része mondja, ez mondjuk az LMP-nek a szavajárása. Többiek nem mondják ezt, vagy... Hát ha néha csinálják, nem, mondani nem. Csinálják folyamatosan. Ha a kormány valamit jól csinál, akkor mi azt igenis meg fogjuk dicsérni, stb. Akkor próbáljunk egyezkedni, párbeszédet, sőt van egy olyan kultúra is, hogy hát valójában kultúrát, párbeszédet kell folytatni. Na most a nyelvnek az alapja. Kiáll a parlament és azt mondja, tisztelt miniszterelnök úr. Én nem tudom, mitől tisztelt, és miért kell miniszterelnök úr, miért kell ezt a legitimációt megadni nekem, amikor lényegében manipulált, elcsalt választáson. Hogy kéne például egy kérdést intézni a miniszterelnökhez? Na már itt a probléma, miért kéne kérdést intézni? Miért nem, hogy megy a rendszerkritikai alapán? Mi nem kérdeztük a demokratikus ellenzéket, hogy Biszku Eltás legyen szíves válaszolni arra a kérdésre, hogy ez nagyon izgat bennünket. Nem fogunk tüntetni. Nem fogadjuk el a rendszert, tehát a miniszterelnököt se kérdezzük, mert abban a funkcióban ő illegitim. Ha ki akarjuk használni azt a platformot, akkor állítunk és követelünk. Értem. Ezen ilyen formája lehetne ennek. De miközben a másik fél dollár baloldalról beszél, miközben a másik fél lényegében megkérdőjelezi az ellenzéknek a nemzethez való tartozását, eközben a kvázi az ellenzéki oldal szimbolikusan elismerés ezzel legitimálja. Ezzel egyfelől legitimálja a rendszer, bennmarad egy kormánykritikai alapállásban, másodszor pedig kifelé a szánalmas gyengeség jeleit mutatja. Igen, világos. A hallgatónk még mindig itt van, de kedves Bálint, szeretnék valaki másnak is szót adni, úgyhogy egy mondatban mondja, hogy mi ez a... Jó, örülök neki, értem.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, de van egy másik hallgató is, úgyhogy neki is megadjuk a szót. Jó napot kívánok! És akkor már el is indíthatjuk itt a küzdelmet, hogy hogyan lehet megbuktatni az Orbán rendszert. Ismerjük a feladatot. Ugye innen a stratégia. És az az igazság, hogy, 13 év eltelt, amikor kihagyunk bizonyos helyzeteket, az nem igaz, hogy ez büntetlenül lehet megtenni. Tehát a legnagyobb esélye ennek a kormány megbuktatásának 2014-ben volt, azóta ezek az esélyek romlottak. Ráadásul a patronus 9 rendszernek a jelleg ezekben az önkényuralmi rendszerekben az, hogy az ellenzék egy jelentős részét hasonlítják a hatalomhoz, tehát miközben arról beszélünk, hogy, Orbán túlszulejtette az országot, én úgy látom, hogy az ellenzéki pártok meg túlszulejtették az ellenzéki szavazókat. Azáltal, hogy nem rendszerkritikai alapon állnak ez a dologhoz hozzá. De most mit csináljon az ellenzéki szavazó? Azt mondja, értem én, hogy túlszul vagyok. Ne rögtön ezzel kezdjük, mert ugye át kell menni ezen a soron, hogyha nem hajlandó nyelvet váltani, akkor persze teljesen mindegy, hogy mit csinál, akkor lehet, hogy a kattintás számért elmegy kordont bontani, de a kordonbontásnak az a lényege, hogy azért harcolunk, hogy tessék meghallgatni bennünket, és az újságírók is kérdezhessenek, azok egy borzasztó dolog. Amikor összegyűjtik elnézést a nemzeti konzultáció íveit, és most mi megmutatjuk a kormánynak, hogy akkor most mi 100 000-et, 200 000-et összegyűjtünk, akkor olyan értelemben fáj a szívem, hogy hihetetlen mennyiségű energia megy el feleslegesen, lényegében olyan dolgokra, miért, mit csinál a rendszer, hogyha most összegyűlik annyi. Ha utána a legkülönböző pártok vagy civil szervezetek mondják azt, hogy akkor írjunk egy tiltakozást azért, és írd alá te is, és amiről leri az, hogy a különböző pártok csak az e-mail címek megszerzéséért gyűjtögetik ezeket az aláírásokat 5-10 000-es nagyságrendben maximum, akkor az egész egy ilyen szánalmas játékká változik, és úgy tűnik tényleg, hogy, ha most azért szembe kell most néznünk ezzel, hogy azért az ellenzéki pártokat ilyen rendszerekben, mint a magyar, vagy az orosz, vagy másütt, azért ezeknek négy fajtája van. Van az egyik, ami marginalizált párt. Vannak olyanok, amelyek a háziasított pártok, ellenzéki pártok. Vannak, amelyek likvidáltak, most nem fizikailag vagy adminisztratíve, mint mondjuk Oroszországban, hanem mondjuk pénzügyileg, és ez zajlik. És vannak, amit maga a kormányzati hatalom hoz létre. Hát ez egy rendkívül vegyes keret. A probléma az egyébként, hogy ezzel a nyelvi azonosulással, ami történik, hogy akármilyen akciót meghirdet a kormány, eljátsszák azt a kormánykritikai alapon az ellenzéknek a szerepét, kormánykritikai alapállásból, hogy akkor az egyes ideológiai panellekkel, amelyekkel a kormány igazolni akarja azt a cselekvényét, amit tesz, többnyire törvénytelen ügyet, vagy pénzszerzési ügyet, azzal elkezdenek azzal az ideológiai panellel vitatkozni, és soha nem mutatnak rá a tényleges motivációra. Mondok egy példát. Tehát most ugye, mert ebben a rendszerben szerintem közpolitikai indítéka semmilyen idézőjelbe tett szakpolitikai, közpolitikai cselekedetnek nincs, a közpolitikai következménye. Mondjuk, amikor leállamosították az iskolákat, önkormányzatoktól elvették, akkor az volt a fedő ideológia, hogy hát a gyerekek esélyegyenlőségét majd az állam jobban biztosítja. Erre a teljes ellenzéki pártok és a szakértők is arról beszéltek, hogy ez nem a legjobb módszer arra, hogy az esélyegyenlőséget biztosítják, holott a motiváció az indíték nem ez volt. Az indíték az volt, hogy egy kritikus társadalmi réteget olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozzunk, hogy meg sem merjen szólalni, elvegyük a szólásszabadságot, de nem erről szólt a vita. Nem erről szólt a vita. Tehát magyarul mondjuk bemegy egy bankrabló társaság egy bankba, kirabolja, és azt mondja, hogy mi biztonságba szeretnénk helyezni a betétesek pénzét, ezért tesszük zsákokba és visszük el. Erre az ellenzék azt mondja, hogy hát talán nem a legjobb módja a biztonságba helyezésnek, lehet, hogy a bankban jobb helyen volt, folytassunk erről egy kultúrát. Akkor vigyük tovább ezt az oktatási lenyúlást, mert nem csak a közoktatást államosították, hanem most már az egyetemek nagy részét is tulajdonképpen magánosították, de úgy állami tulajdonból, kezelésből átvitték ezekbe a közhasznú alapítványokba, kekvágba, akármikbe, ahova kinevezik örök életre, most már talán nem, majd ha az unió erősködik, nem,
örök életre a kuratóriumi tagokat, barátok, ismerősök, politikusok, lekötelezett emberek irányítás alá helyezik, és amikor ez megtörtént, és amikor először még az Unió nem kifogásolta, akkor azért az ellenzék szólt, hogy hát egy, kivonják itt az állami kontroll alól, még akkor is, ha ezt az állami kontrollt ma a kormány képviseli, de mégis létezik valami állami kontroll, és ha jön egy új kormány, akkor ez újból működhet is. Kettő, úgy magánosítják az egyetemeket, hogy lényegében egy csomó állami pénzt le fognak nyúlni, saját céljaikra hasznosítják, és három, ideológiailag folyton befolyásolhatják majd azt, hogy kik, hogyan, mit, miért tanítsanak az egyetemeken. Tehát ott rögtön meg volt a rendszer kritikai ellenállás, de ettől függetlenül ugyanúgy megcsinálták. Nem teljesen. Emlékezzünk vissza az első hullámra, 2012-ből, ott hihetetlen morális felelősség terhelte szerintem a teljes felsőoktatási vezérkart. A rektori konferenciát, az egyetemek rektorait, az egyetem vezetőit, bizonyos értelemben az egyetemek tanárait jelentős részben. Sehol nem hallottunk, és nem történt olyan, hogy mondjuk összehívjanak rendkívüli állománygyűlések egyetemen. De épp ezért mondom, hogy mit csinál az ellenzék, hogyha maguk a leginkább érintettek is csendben van. Hát az a probléma, hogy az érintettek befogása ebben a részben azt látják, hogyha esélytelen arra, hogy megdöntsenek egy hatalmat, akkor előbb-utóbb alkalmazkodni fognak hozzá. És én most egyébként úgy látom, hogy amikor arról mit kell tenni, hogy ez a rendszer eljutott arra a pontra, amikor a jelenlegi választási rendszerben, meg azok között, a viszonyok között, ez leválthatatlan. Tehát ez nem levált. Nagyjából majdnem olyan, mint az oroszországi rendszer és választások. Ugye ezért nem szeretem mondjuk azokat a kifejezést, hogy választásos autokrácia, hogy választani lehet, mert választani, nem lehet választani. Gyakorlatilag eljutottunk egy olyan helyzetbe. Megint visszatérnék egy pillanatra a demokratikus ellenzékhez, a rendszerváltás előtt. Hát egész sokáig azért azt gondoltuk, hogy ez a rendszer ez velünk fog élni, ameddig élünk, de mégis azért azt a nyelvet kialakítottuk, amit bíráltuk. A probléma az, hogy most az ember azért úgy érzi, hogy egy olyan önkényuralmi rendszerben él, amelyben nincs semmilyen olyan közösség, amelyhez egyébként tartozónak érezhetné magát, akik valóban egyenes módon beszélnek arról, hogy mi van, mert ez nem történik meg. Ez, amiről például az Európai Parlament, Európai Uniós Parlamentben most történt, ahol például a DK képviselői kisúnyogtak a szavazás, az olyan, mint amikor Orbán kisúnyogott kávét inni, hogy a vétót ne kelljen gyakorolnia. És ez is csak arra világít rá, hogy ez az ellenzék nagy részt attól fél, hogy majd azt mondják, hogy nemzetellenes, miközben mindenképpen azt mondják, hogy nemzetellenes. Másrészt pedig ne higgyük már azt, és itt megint visszatérnék a kormánykritikai alapálláshoz és követeléshez, mi volt a követelés, hogy ne a magyar diákokat büntesse az EU. Ne az egyszerű emberektől vegye el a pénzt. Nem tudják azt, hogy bármilyen pénz jön meg, az gyakorlatilag lenyúlják, ellopják. És emellett állnak ki, hogy akkor ezt most szerezzük meg, mert attól rettegnek, hogy akkor majd magyar ellenesnek, meg nemzetellenesnek tekintik ezt az ellenzéket. Hát ez egy tarthatatlan helyzet. De ehhez aztán hozzájárul, hogy hát a stratégiának annak kéne lenni ebben az esetben, hogy fölmérik azt, hogy Magyarország jövője az bizonyos értelemben most nem is annyira azon múlik, hogy mi zajlik Magyarországon, hanem az, hogy mi zajlik az Európai Unióban. És a világban mi zajlik. És ehhez ez az ellenzék most hozzá se tud szavolni. Az, hogy ebben a világban az, hogy az egypólusú világrend felbomlik, és egy többpólusú világrend alakul ki, ami kaotikus konfliktusok sorozatán fog kialakulni, ott az a dolog, hogy Európa egy egységes módon politikai szereplőként föl tud lépni, az egy létkérdés Magyarország jövője szempontjából is. E tekintetben egyébként egy szégyenletes, aljas dolog, amit ez a kormány lényegében Ukrajna ügyében csinál. És azt kell mondjam, mondjuk az ellenzék ebben sem annyira következetes, hogy ki mondja azt, hogy Orbán Viktor nem pusztán nem szuverén ember, hanem egy megzsarolt ember, aki ezért egyébként... ezt mondják, Bálint, ezt mondják. Ebben szerintem sokkal határozottabbak és szókimondóbbak, és
abszolút Putyin, még Putyin pincsijének is nevezik, hogy egy ilyen rossz, mondjuk közhelyet hozzak elő, de azt folyamatosan a szemére hányják, hogy gyakorlatilag az orosz megrendeléseket teljesíti, akár azért, mert zsarolják, akár másokból. Nem ilyen egyszer ez az akár-akár. Megint visszatérünk a bűnöző államhoz. A bűnöző államhoz egy bűnszervezeti működéshez. Én ugye azt mondanám, hogy ez egy alárendelt maffia állam, ilyen értelme, hogyha most nemzetközileg nézzük, a Putyinéknak alárendelt. A megzsarolásnak mi a témája? Alapvetően most nem is kezdem azt bolygatni, hogy 2009 körül mivel zsarolt. De utána a piszkos üzletek tömegébe van bevonva. Lényegében, amikor Orbán például megint, hogy nyelvre visszatérek, szuverenitásról és magyar szuverenitás védelméről, és akkor erről az ellenzék meg, nem mondja azt ki világosan, hogy a szuverenitás Orbán számára egy bűnszervezet sérthetetlenségét jelenti. A szuverenitás az, hogy fölötte, az ő bűncselekményei fölött semmilyen se hazai, se nemzetközi bíróság ne tudjon eljárni. Az ő vonzódása az autokratákhoz, kölcsönös tisztelet alapján, annak a lényegében az, hogy én nem kérdezem, hogy te hogyan nyomod el a saját nemzetedet, te se kérdezed azt, hogy én hogyan nyomom el a saját nemzetemet, tehát akkor a kölcsönös tisztelet alapján. Na most, amikor azt mondod, hogy néhány ilyen elemet föl lehet sorolni, akkor mondjuk az ember elolvassa Gyurcsány Ferencnek az Indexben megjelent írását, amelyben nagyívű elemzést kíván adni arról, hogy akkor mi a baj az Orbán rendszer, és arra a következtetésre jut, ha végén mond egy szlógent, hogy polgári Magyarország szociáldemokratákkal, de erről semmit nem mond, azt mondja, hogy hát míg a kommunisták egy kommunista ideológiát akartak rákényszeríteni az országra, addig az Orbán egy keresztény értékrendet akar. Hol van itt keresztény? Az még akár lehet európai is, meg demokratikus is, bizonyos értelemben. De ne haragudjunk, itt kezdődik az egésznek az abszurditása. Hogy elfogadja, készpénzként veszi azt, amit Orbán magáról állít, és azt mondja, hogy hát az olyan volt, ez meg ilyen. De ez egy agyrém. Tehát ez egy agyrém, hogy valaki a most jelenleg a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként olyan szöveget ír, amelyből elvileg az következne, hogy hát Orbán keresztény értékeket akar erre az országra rákényszeríteni. Hol keresztény Orbán akármilyen értelemben? És főleg a kényszerítés itt a lényeg, mert keresztény értékrenddel működhetnek Európában is demokratikus pártok. Akarhatják azt, csak olyan rendszert nem építhetnek ki, amivel gyakorlatilag mindenki másnak a mozgásterét beszűkítik, vagy lehetetlenül. De természetesen, én ezt mondom, ennek a szövegnek mi a politikai üzenete? Mit tud ez nyújtani azoknak? És ezért mondom, mit tud azoknak, akik ezzel a rendszer ellenéreznek ezzel a rendszerrel szemben, és ezért mondom azt, hogy az ellenzék a maga intellektuális sekélységével és megalkuvásaival lényegben túlszul ejtette az ellenzéki szavazókat, ellenzéki érzelmi szavazókat. Mi az a morális csapda, amely előtt állunk? Az a morális csapda, hogy most hát természetesen az ember nem akar a kormányra szavazni, kormányképviselő világos. Nem akar távol maradni a választásoktól, ha bár nem. Mégis valamelyik ellenzéki pártra kéne szavazni, mert van egy minimális dolog ahhoz, hogy mondjuk az önkormányzatokban azért totális seprés és tisztogatás ne legyen, hogy kicsit még élhető legyen, de azért egy Budapest esetében is más lenne az elvárás. Azért nem pusztán az, hogy most X-fát ültetünk-e még, vagy biciklútak vannak-e még, vagy ilyesmi, hanem azért egy fővárosban, mint ahogy a legtöbb országokban a főpolgármester rangja az egyben országos politikai rangra is predesztinál, és országos politikai szerepre is, és ebben a helyzetben Budapest az tényleg ennek a rendszerkritikus alapállásnak... De most hasonlót mondasz, mint Gyurcsány, mert ő is ezt kifogásolt a karácsonyban, hogy túlságosan helyi intéznivalókra koncentrál, holott neki éppen emiatt a választott tisztségénél fogva megvan a lehetősége, hogy az ellenzéket markánsan képviselje. Igen, ezt nem csak ő mondja, máshol is mondják, tehát ez magán ezen a túszhelyzeten nem változtat. Lásd mondjuk az Európai Uniós választások és a többi. Tehát az, hogy itt maradnak ezek az aprócska pártok egymással húzakodva, amelyekből világosan látszik, hogy ők is látják, hogy följebb nem tudnak kerülni, hogy ebből nem tudnak tovább lépni. Hogy közben eljátszák ezeket a színjátékokat, és mondom, ami a nyelvhez kötődik, és ebből jön a stratégia, és a stratégiából utána a program és cselekvés. De ugye a cselekvéseknél, amikor a hátsó végéből próbálják megfogni ezt az egész folyamatot, akkor csak az marad, hogy most akkor lesz ebből hír, vagy nem, lesz-e kattintás rájuk, vagy nem. De hiteles szöveg az, hogy itt egy rendszer ellenzékről van szó. Nevén nevezem azt, és ezt megint
nem győzöm elég hangsúlyozni, egy bűnszervezetről van szó. Minden más gesztus, ami ebből a bűnözői jellegből kimenti a kormányt, és a cselekedeteinek valami más motivációt ad, és más motivációt tételez fel. De ugyanezt történik mondjuk a amikor megvásárolják mondjuk a Vodafont. Akkor is elkezdik, hogy nemzeti kézben kell lenni, miközben felhasználják az állami vagyont arra, hogy lehetőleg minél kevesebb állami kompetencia van, minél nagyobb állami vagyont tudjanak magánkézbe játszani. Most be kell csatornázni ezeket a dolgokat. Ha most a kommunikációt nézzük, akkor nem véletlen, hogy amikor a Fidesz néhány jelzőt ráállgatt az ellenzékre, akkor azt éli el a kommunikációval, hogy bármi is történik, azt az ő hívei becsatornázzák. Nemzetáruló, Soros Bérenc, dollárbaloldal, és így tovább. Erre a pár dologra. Már a részletekre nem is emlékeznek. Az, hogy az ellenzékiek ezt nyelvileg nem teremtik meg, ezt a közeget, ezért hiába sorolják föl az ügyeket külön-külön, azt nem nevezik meg. Erre mondom azt, hogy ez olyan, mintha egy marék gyöngy az önmagában nem nyaklánc. Ahhoz kell egy vékony fonal az a nyelv, amivel fölfűzöm a gyöngyöket és összeteszem. És erre lenne fogadókészség a társadalomban, csak nincsen kínálati oldalon, ellenzéki kínálati oldalon, ami ezt meg tudná őszintén jeleníteni. Na most úgy beszéltük meg, hogy egy órát maradsz itt, de ha van kedved, szívesen felajánlom, hogy folytathatjuk. Úgy érzem, hogy rengeteg mondani való van benned, és ráadásul még a hallgatókban is lenne, és talán beleszólnának, miközben kevés alkalmunk. Nem akarom túlszólejteni a rádiót most, de ha kedved van, akkor nyugodtan megcsinálhatjuk. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Rendben, köszönöm szépen.